Hagyományosan minden évben a Magyar Kultúra Napján, január 22-én ünnepi műsor keretében adják át a Gödöllő kultúrájáért díjakat a Művészetek Háza színház termében. Ezt a kitüntetést 1999 óta kaphatják meg azok a személyek, akik értékteremtő tevékenységükkel a település művészeti és kulturális életében kiemelkedő eredményeket értek el. A díjazottak tiszteletére rendezett ünnepi műsorban a Gödöllői Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei léptek fel. Elsőként Pertis Botond és Pertis Katica a Diabelli Török Induló című négykezes zongora darabját játszották el, majd Pertis Katica és Pertis Virág Lőrinc Révi népdalokat énekeltek. Ne nézz rejám, s ne neves, már megtudják a faluba, hogy szeret. S rejám néztél, s nevettél, megtudták a faluba, hogy szerettél. S rejám néztél, s nevettél, megtudták a faluba, hogy szerettél. Ne nézz rejám, s ne kacag, már megtudják a faluba, hogy elhagysz. S rejám néztél, s kacagtál, megtudták a faluba, hogy elhagytál. S rejám néztél, s kacagtál, megtudták a faluba, hogy elhagytál. Szabad madár vagy, te babám, szabad madár vagy, te babám. Mégis oly ritkán jársz hozzám, s mégis oly ritkán jársz hozzám, csuhája. Köszöntőjében dr. Gémesi György Gödöllőváros polgármestere hangsúlyozta a kultúra fontosságát, hiszen az a mindennapi küzdelmek során is segít áthidalni a nehézségeket. 13 kulturális csoport, intézmények, ez a ház, könyvtár, múzeum, gimház, zeneiskola, királyi kastély, az iskolákban lévő kulturális műhelyek gazdagítják ezeket a programokat, és minden mellett persze olyan programok is vannak, amelyeket befogad a város, amelyik értéket közvetít, ami igényes kultúrával gazdagít bennünket, és teszi könnyebbé hétköznapjainkat. Ezért mindenkinek nagy köszönet. Nagy köszönet. A város is persze nyilván hozzá teszi a magáét. 500 millió fordul meg, 500 millió forint fordul meg a gödöllői kultúrában, de ez a pénz akkor is kevés lenne, hogyha nem lenne, kevés lenne akkor, hogyha nem lennének azok a szereplők, azok a csoportok, azok a műhelyek, az a sok-sok érték, a sok szülő, aki odaviszi a gyerekeket a műhely közelébe, a kultúra közelébe. Ha ez nem lenne így, akkor kétszer ennyi pénz sem lenne elegendő ahhoz, hogy az az érzés, ami gödöllőivé tesz bennünket, és ami gödöllői kultúrát a milyenké teszi, az megjelenjen mindannyiunkban. Olyan hihetetlen gazdag a gödöllői kulturális élet, és annyi sok fantasztikus ember dolgozik benne, hogy mindig van új és új javaslat. Ennek az a menetrendje, hogy meghirdetjük, lehet javasolni mindenkinek a díjra, és akkor egy bizottság, a kulturális bizottság javasol a képviselő testületnek, díjazottakat és a testület jóváhagyással lehet ezt átadni. Tehát ennek megvan most már egy mechanizmusa, de mindig van olyan újabb és újabb személy vagy csoport, akiket nagy örömmel tudunk elismerni, mert fantasztikusan jó közösségépítést és mindamellett magas színvonalú igényes kultúrát közvetítenek mindannyiunk számára, és ezzel is gazdagítják a gödöllői kulturális életet. A Gödöllő kultúrájáért díj egyéni elismerését 2016-ban Tóth Juditnak és Musza Ahmednek, a Gödöllő Táncegyüttes művészeti vezetőinek ítélték oda, rendhagyó módon megosztott kitüntetésként. A csoportos elismerést ebben az évben az Erkel Ferenc Általános Iskola énekzenei szakmai közössége, Sándor Lívia, Somogyiné Kovács Andrea és Tóth Edit vehette át. Tóth Judit és Musza Ahmed a Gödöllő Táncegyüttes egykori növendékei. Tánctudásukat Iglói Éva, majd Széphalmi Zoltán tanítványaiként sajátították el. A sokszorosan díjazott táncosok ma már mint az együttes vezetői adják át ezt a tudást a következő generációnak. Munkájukban elsősorban a kárpát-medencei magyarság és nemzetiségek tánchagyományainak megismerését, elsajátítását és hiteles színpadra állítását tartják fontosnak.
A 23 éve működő együttes jelenleg hadcsoportban több mint 170 tagot számlál, az óvodásoktól a felnőtt korosztályig. A Gödöllő Táncegyüttes tevékenységét már 2008-ban elismerték a Gödöllő kultúrájáért díjjal. Az együttes most kitüntetett művészeti vezetői vallják, hogy a hagyomány és a korszerűség egyszerre kell, hogy meghatározzák a csapat mindennapjait. Mindenek előtt azoknak szeretnék megköszönni, akik útnak indítottak. És azoknak, akik útba igazítottak. És azoknak is, akik az úton velünk jöttek. De hálával tartozunk azoknak is, akik már előttünk jártak. De azoknak, akik már nyomunkban járnak. És köszönettel tartozunk azoknak is, akik mindvégig mellettünk álltak. És nem utolsó sorban azoknak, akik időközben mögénk álltak. Köszönjük. Köszönjük. A gödöllői Erkel Ferenc általános iskolában tevékenykedő énekzenei szakmai közösség azzal a céllal alakult, hogy tagjai Sándor Lívia, Somogyiné Kovács Andrea és Tóth Edit a 40-es évek iskolai kórus hagyományait ápolják, és hogy a muzsikát a nemzenei tagozaton tanuló diákokkal is megszerettessék. Kórusaik a gödöllői református templomban tartott iskolai karácsonyi koncerten és a Királyi Kastély lovardájában rendezett tanévzáró hangversenyen minden évben ízelítőt adnak az újonnan tanult dalokból, kórusművekből, több száz szülő, hozzátartozó előtt. A kórusvezetők munkáját az iskolán kívül is megismerhette már Gödöllő, hiszen a különböző városi kulturális eseményeknek is visszatérő résztvevői, szervezői, illetve a testvérvárosok művészeti életébe is bekapcsolódnak. A kórusok Érttől Budapesten át Aktelekig szerte az országban öregbítették már Gödöllő kulturális hírnevét a különböző megyei, területi és országos megmérettetéseken. Többször is sikeresen szerepeltek például a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége által szervezett éneklő ifjúság minősítő versenyen, de helytáltak a Kodály Zoltán Országos Kórusfesztiválon is, ahonnan egy alkalommal az Év Kórusa címmel térhettek haza. Sőt, szinte minden évben részt vesznek nemzetközi kórusversenyen is. Nekünk valójában rengeteg kitüntetésünk van. Tonna szám van már. Boldog karácsonyt, Edit néni! Boldog névnapot, Andi néni, kellemes születésnapot, vagy éppen szünetet, Lívia néni. Ezek mind-mind apró-apró írásbeli kitüntetések, rajzokkal, katicákkal, elsőtől nyolcadikig. Hát most kapunk egy olyat is, amit nem fogunk talán annyira tologatni, egy kicsit, egy darabig biztosan elő lesz az asztalunkon. Büszkék leszünk rá. Szerintem a három mondat megvolt, igaz? Akkor köszönjük szépen mindannyiuknak. Az ünnepi műsor második részében Unger Balázs, a Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára és növendékeinek műsora köszöntötte a díjazottakat. Előadásukban dunántúli ugrós, csárdás és friss csárdás dallamok szólaltak meg. Három bokor ribezni, három kislány szemez, nem kell nékem a ribezni, csak az, aki szemez. Csak az, aki szemed. Szürkeszkű, pörnadrág, sok legény, megcsalt már. Nem ülök a fára egy a máír, nem adom a rózsám a világért. Felmegyek a fára egy a máír, nem adom a rózsám a világért. Utágas, kémeskű, leszakad, vedreskű. Felmegyek a fára egy a máír, nem adom a rózsám a világért. A Gödöllőn virágzó kulturális élet sokszínűségét és színvonalát az is bizonyítja, hogy a rendezvények óriási látogatottságnak örvendenek. A város különböző eseményeire nem csak Gödöllőről, hanem a térségből, Budapestről, sőt az ország távolabbi pontjaiból is érkeznek látogatók. Azt jelenti, hogy elismerik ennek a városnak a teljesítményét. Csak számokat mondok önöknek, ebben a házban 62 ezer eladott jegy mellett 250 ezer ember fordul meg egy évben.
250 ezer ember. Teljes kapacitással megy a ház, és több mint 2500-2600 különféle kisebb nagy rendezvény bonyolít le ez a csapat, és akkor ebben még nem számítom a könyvtárnak, a múzeumnak, a gimháznak, a kastélynak a rendezvényeit és más kulturális találkozópontokat. Ezt szeretném mindenkinek megköszönni. Töltsön el büszkeséggel bennünket, hogy ez van, ez a miénk. Ezt ápoljuk, segítsük mindenki a maga területén, és akkor az biztos vagyok, hogy ez a város lehet egy modell, egy példa ebben az országban, amikor nem arról szól, ebben a városban, hogy nem arról szól az élet, hogy ki hogyan, mint próbál úrrá lenni bizonyos jellegű helyzeteken, és másokat maga mögé sorolni, hanem az, hogy itt van egy közösség, amelyiknek ez egy olyan építő kockája, ami nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, és ami kohéziós erő mindannyiunk számára. A Gödöllő kultúrájáért díj 2016-os átadó ünnepsége nem csak amiatt volt rendhagyó, hogy az egyéni kitüntetést a korábbi évektől eltérően megosztott díjként ítélték oda. Az esemény különlegességét adta az is, hogy Gödöllő kulturális tevékenységét a Holnap városáért 2015 díjjal is elismerték, melyet a művészet, a kultúra az örökség megőrzéséért vehetett át a város vezetése január 21-én a Megyeházán. Most már folyamatosan minden szinten elismerik Gödöllő városának a teljesítményét, többek között a kulturális teljesítményét is, és ez azért tölt el büszkeséggel, mert visszatekintve az elmúlt 25 év építkezésére ezen a területen, azért volt értelme, van értelme ennek a munkának, és van értelme annak a sok embernek, annak a sok ember munkájának, áldozatos munkájának, akik hittel és szívvel és lélekkel teszik hozzá az ő tudásukat, szakmai és emberi felkészültségüket ahhoz, hogy ez valóban összteljesítményként lásson. Gödöllőn működik egy kulturális kerekasztal, melyik egyezteti a különféle rendezvényeket, programokat. Már 2016 év programjai gyakorlatilag teljes mértékben rögzítésre kerültek, és már a 2017-esen dolgozunk, ami nyilván azt jelenti, hogy előre is van lehetőség gondolkodni, csak így lehet valóban egy eredményes, színvonalas, nívós és igényes teljesítményt letenni az asztalra. Köszönet mindenkinek azért, hogy ezt a díjat megkaptuk természetesen, és azt gondolom, mondhatom az ő nevükben is, természetesen folytatni fogjuk, hiszen ez egy fantasztikus nagy arculatépítője ez a terület a városnak.